Önnek mit jelent egy felkészült orvos? A helyes válasz, hogy magát, az életet. A kutatások szerint ugyanis az orvos-beteg kapcsolat javíthat a betegek tünetein és gyógyulási esélyein. Ugyanakkor a nem megfelelő orvos-beteg kapcsolat negatív hatása is nyilvánvaló. A megromlott viszony rendezése és a bizalom helyreállítása érdekében tűzött ki egy úgynevezett Astellas díjat a Magyar Egészségvédelmi Alapítvány. A betegek november közepétől egy internetes oldalon szavazhatnak arra az orvosra, aki véleményük szerint szakmailag és emberileg a legtöbbet nyújtotta. Bárki jelölheti orvosát azzal, hogy leírja a gyógyulása történetét. A díj meghirdetésével egy időben kampány is indult az orvosi hivatás jobb megbecsülése érdekében. A kampány arca Nagy Bandó András, aki szinte az első szóra igent mondott a felkérésre. Igazából én, ha lehet azt mondani, a kisegítője, a segítője, az arca vagyok ennek a kezdeményezésnek, és rajtam keresztül, ahol éppen meg tudok szólalni, ez tovább fog jutni, tovább fogom adni. Ahol lehet és ahol érdemes beszélni róla, ott szószólója legyek annak, aminek most itt egyébként jó kezdeményezői vannak. Ha lezuhan egy repülőgép, akkor arra fölhördülnek, hiszen százak maradhatnak ott, miközben naponta több ezer repülőgép repül föl és száll le gondtalanul, és én azt hiszem, hogy nagyjából ehhez hasonlítható az, amiről itt most szó van, hogy igen, végzik a nem is kis erőfeszítést igénylő, odaadást igénylő, törődést igénylő munkájukat az orvosok. Én magam részéről most már tényleg tudhatom, hiszen 5 éve, hogy pacemaker beültetésen túlestem, és azt a törődést, amit kaptam, személyesen is átéltem. És ilyenkor persze joggal mondhatnák azt, hogy hát persze a Nagy Bandó. De én azt hiszem, hogy amit én ott tapasztaltam, például csak a ugye magam esetét hozva elő a Pécsi Szívcentrumban, hogy akárkik mennek be, és ez a legfontosabb, ugyanazt a törődést kapják, ugyanazt a szobát, ugyanazt az ellátást, és ugyanazt a kedvességet, akár orvosoktól, akár azoktól, akik ott nővérként, vagy éppen más személyzetként dolgoznak. És vissza a repülőz, ugyanúgy rájuk bízzuk magunkat, mint a pilótára. László Imre, a Szent Imre Kórház főigazgatója, házigazdaként ismertette a programot. Beszédében kifejtette, a probléma forrását abban látja, hogy a híradások elsősorban a műhibaperekről, valamint az egészségügy negatív helyzetéről szólnak. A Szent Imre Kórházban évente 40 ezer fekvőbeteget és 500 000 ambuláns beteget kezelnek. Ezért tartják fontosnak, hogy ne csak szakmailag legyenek jól képzettek a dolgozók, hanem emberileg is. A kórházban folyamatosak az orvos-beteg tréningek. A szakemberek által szervezett tanfolyam komoly sikereket ért el, ezt akár a hétköznapokon is lemérhetik a betegek. Negyedéven belül az ápolási egységek vezetőinek hasonló képzéseket szerveznek, hiszen ők azok, akik végigkísérik a betegeket, a felvételtől egészen a zárójelentés átadásáig. De nem csak ezzel próbálják csökkenteni az orvos-beteg közötti távolságot. A Szent Imre Kórház vezetősége nemrégiben egy új dalt készített, ahol maguk az orvosok énekelnek. S ha minden jól megy, hamarosan ezzel a videóklippel fogadják majd a kórházba érkezőket. Egyszer fent, majd máskor lent, csendes gyilkos ott van bent, előzd meg, nehogy nevetve, rakjon koszorút az erekre. Mikor a sírás tör fel belőle, én már biztos vagyok felőle, a világ legszebb csodája, kis élet jött a világra. Ha megtudod tőlem, mitől rettegtél, ne hidd, hogy végleg elvesztél. Az én tudásom és a te hited, az életbe lassan, de visszavihet. A fejfájás nem vetted komolyan, veled az ideged játszik oly gonoszan. A szélütés kergetett idáig, remegő kezedet kulcsolnád imáig. A világ milyen más lenne, rád bennél még előtte. Nem születtünk,
éneket, s énekeljél rímeket. Én rendben tartom torkodat, hogy zengjed el a dalokat. Ha meglep a csenddel, tűnik a nap, na itt számít egy perc, egy pillanat. Felvértezve a tudással segítek harcolni a halállal. Hogy belülről is lássalak, csőben, sugárban tartalak, készítek róla tényképeket, riasztom benned a testőrödet. Hetente többször lehet, hogy évekig cserélik véred és figyelik, vársz egy tragikus esetre, és jól tesznek a rossz helyébe. Biztonságban érezzed. Túlsúlyos elhízott emberek gondolják, lejjebb már nem mehet. Leoldom rólad a súlyokat, a lelked is könnyebb és boldogabb. A világ milyen más lenne, ha ember figyelne emberre, és rád öbbennél még előtte. Hogy maradj itt az életben, hogy játszhasson ez a zenekar, ne köthessen belénk a hivatal. Itt nem hallhatsz hamis dallamot, amíg a kórház karmesterén vagyok. A világ milyen más lenne,